Üdvözlet mindenkinek, sziasztok! Molnár Krisztiának a csatornáját. Nem Lóca oficiát akartam, az nincs volna. Molnár Krisztiának a csatornáját, a 66 ezer feliratkozó csatornáját ellopták. És most Molnár Krisztiának új csatornája van. Az új csatornájának a linkjét ide a leírásba be fogom rakni, Molnár Krisztián új csatorna linkjét. Az új csatorna, a régi csatornájának a nevét is megváltoztatták. 67.900 valamennyi lehet a dolog. Azt mondja, ezen a csatornán nem található semmilyen tartalom. Letörölték a tartalmakat a csatornáról. Tiempo de Juego Cope, ez lett a Molnár Krisztián 67.000-es csatornájának a neve. Ja nem, van rajta tartalom. Úgy látom, hogy két foci meccs van rajta, ami 1.000 és 10.000 lett. Én nem tudom, hogy miért csinálta ezt. Valami játékot akartam úgy letölteni, és ezt a csatorna e-mail címét adta meg, vagy nevét, nem tudom, és így valahogy valakinek a kezébe jutott a dolog. Hát én sajnálom, hogy Krisztiánnak ezt át kell élni, és ez megtörtént vele. Bízok benne, hogy visszakapja a csatornáját, és hajrá, Molnár Krisztián! Én szurkolok neked, hogy visszakapd a csatornát. Rengeteg évnyi meló van benne, azért valljuk be őszintén, hogy ez egy munka dolog, hogy azért ennyi feliratkozó, és ennyi megtekintés, ennyi ember nézze, szeresse, főleg a baszós live-okat, meg a vlog videókat. Vannak, akik nem szeretik őt, vannak, akik szeretik. Én azt gondolom, hogy azt a tábort erősítem, akik kedvelik Molnár Krisztiánt, és nagyon csípem őt, és bírom a videóit. Amúgy a live-okat nagyon ritkán néztem, amikor úgy pont elértem mondjuk az adott élő live-okat, és nagyon szomorú, hogy ez megtörtént. Egyrészt szerintem a Kiki hibája lehet, hogy ez megtörtént, de bízunk benne, hogy hamarosan visszakapja, úgyhogy hajrá Krisztián, és nem kell aggódnod, szerintem visszakapod a csatornát minél előbb. Lehet, hogy nem most azonnal, de szerintem egy pár hónapon belül, vagy 2020 akár valamelyik hónapjában már szerintem újra tiéd lesz a csatorna, hogy ezzel mit tudsz kezdeni. Hát ezzel valamit kell kezdeni a YouTube-nak, valahogy kell jelezni, hogy valami nem stimmel, vagy az oldalon, ahol megadtad, ott valami nem stimmel, mert nem tudom, hogy milyen oldal lehetett ez, azért nagyon figyelni kell ezekre a dolgokra. Hát nagyon sajnálom, hogy ez lett Molnár Krisztiánnak a 67.000-es csatornájának, megváltoztatják a nevét, meg valahogy másnak a kezébe jut, ez szörnyű. De úgy tudom, hogy a bevételt még megkapja. Ugye? Megkapod még a bevételt. Mindegy, Instagramon írjatok rám. Kiki, te is nyugodtan írj rám, hogyha ezt a videót láttad, és szurkolok, hogy visszakapd a csatornát. Nagyon szomorú vagyok, és kicsit dühít, hogy ez megtörtént. Azért jobban örültem, amikor fel voltam iratkozva rá, hogy élő live-ozik Kiki, vlog videót töltött föl Molnár Krisztián, és most meg ez van, hogy ilyen csatorna név. Mégis lepődtem rajta, amikor jött egy értesítő, és mondom, mi van? Hát fel vagyok iratkozva, de nem erre a csatornára, a Tiempo de Juego Cópéra, hanem Molnár Krisztiánra, Game Vlog Molnár Krisztiánra. És erre meg már változtatják a nevét. De milyen dolog ez? Hát ezzel nem majd valamit tenni kell, úgyhogy hajrá Molnár Krisztián. Az új csatornájának a linkjét azt még egyszer elmondom, ide a leírásba be fogom rakni, meg az Instagram oldalaimat is. Szevasztok Instagramon, kövessetek be engem, mind a kettő darab Instagramomon. Szevasztok, vigyázzatok magatokra. Hajrá Molnár Krisztián, visszakapod a csatornádat. Püszbéke mindenkinek, ahogy Ádám Móbi mondaná.